Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír november 15-ére. Ahogy a képen látható, most elérjük az életútunkon ezeket a kereszteződéseket. És odafigyelünk arra, hogy milyen irányba kellene lépnünk. Itt döntésekről is szó van. Mielőtt elindulunk egy új úton, el kellene gondolkozni azon, hogy ki hogyan bánt velünk. Lehet, hogy mások kritizálnak bennünket, vagy megbántottak bennünket. Most nem szabad elfutni ezek elől az események felől, hanem itt, a mai napon, és a következő napokban is fontos döntésekről van szó, mégpedig ez azt jelenti, hogy védeni kell magunkat. Nem szabad mindenki kedvébe járni, hanem most az a fontos, hogy figyelj oda arra, hogy ki bántott meg téged, és mondd ki a véleményedet. De ne úgy, hogy ebből vita vagy veszekedés legyen, mert ezt el kell kerülni. Viszont egy-két szóval hangosan kimondhatod a véleményedet. És itt az legyen a fő gondolat, csinálj, amit akarsz, ez engem nem érdekel, de ne velem, mert én ezt nem engedem meg. És nem hagyom, hogy kritizálj engem, vagy a jövőben megbánts engem, mert akkor én hátat fordítok. És pontosan ez a gondolat segít abban, hogy rendezd a dolgokat körülötted. Miután ez megtörtént viták nélkül, veszekedések nélkül, akkor tükröztél másoknak valamit, hogy nem hagyod azt, hogy mások megalázzanak téged, megbántsanak téged, hiszen itt a te élet utadról van szó. És miután ez megtörtént, akkor lesznek komoly döntések és változások nálad. Most mutatok egy másik képet. Ajurvéda lefordítva az élet bölcsességét jelenti. Én úgy szoktam mondani az élet művészetet. Itt van három fő irány vagy energia. A vata dósa az jelenti a mozgást, amikor előre mennek az események. Pita dósa az egy átmeneti időszak, amikor változásokról van szó. Ez a transformáció, és kapha dósa jelenti azt, amit meg kell tartani, amit meg kell őrizni, hiszen itt a biztonság érzetéről van szó. Ha megtekintem a napi horoszkópot az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, Szaturnusz bolygóig, hiszen ezek a személyes bolygók, akkor megállapítható az, hogy a tűz elemében nincs bolygó. Tehát hiányzik valami, hiányzik a bátorság, a lelkesedés. Holott a mai téma az, hogy védd magadat, hogy kimond a véleményedet. Természetesen ez is kell a bátorság. De ez jelenti a belső erődet. Hiszen megvan a hited ahhoz, hogy minden jóra fordul, de nem szabad mindig másokra hallgatni. Nem szabad azt megengedni, hogy mások eltoljanak téged, és ne a te utadon járj, hanem úgy tégy, hogy mindig mások kedvében legyél, hogy megkapd a megbecsülést és a szeretetet. De gyakran nem kapod meg. Tehát menj a saját utadon. És azok, akik kedvelnek téged, azok, akik szeretnek téged, azok hűségesen ott maradnak melletted, és elkísérnek téged az élet utadon. Tehát itt kell ez a belső hit, ez a belső erő.
A Föld elemében van Mars bolygó és Szaturnusz bolygó. Itt a biztonság érzetéről van szó. Ide kell befektetni az életerőt, vagy kihat a férfiakra, hiszen Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat is. Ez kafa dósa, és itt stabil kapcsolatokról van szó. A víz elemében van a Hold, Merkur bolygó, Vénusz bolygó és Jupiter bolygó. A víz eleme tükrözi az érzelmeket ugyanúgy, mint a Hold energiája, utal az érzelmekre. Vénusz bolygó jelent bennünket hölgyeket, vagy utal a párkapcsolatra. Itt kell egy stabil párkapcsolat, itt kell az, hogy érzelmekről beszéljünk, hiszen Merkur bolygó is itt van a víz elemében, és jelenti a kommunikációt. Jupiter bolygó az hozhat szerencsét, de gyakran eltúloz valamit. És itt fékezni kell a dolgokat, nem szabad eltúlozni az érzelmeket, hanem meg kell őrizni a belső nyugalmat. A víz eleme az kihat a kafadósára a Föld elemével együtt, ahol kell a biztonság érzete, de a víz eleme kihat a pitadósára is, ahol változásokról, megújulásokról van szó. Ez egy olyan átmeneti időszak, de fontos, hogy odafigyeljünk az érzelmeinkre, és kimondjuk azt, amit gondolunk, ahogy érezzük magunkat, így tisztázódnak a dolgok. Ebben segít a nap, hiszen a nap a levegő elemében, a vata dósában van, megvilágít valamit, ahol lesz mozgás, ahol lesz egy előre menettel, és itt az élet utakról van szó, tehát abba az irányba fogunk tovább menni, amit a nap megvilágít számunkra, ahol látható, hogyan tovább. És itt fontos döntésekről lesz szó a napokban. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!